A 16. forduló rangadóján a vendégek kezdtek jobban, az első negyedet 27-18-ra nyerték a cápák. A második 10 percben zárkózni kezdett a házigazda, sőt a negyed végén a vezetést is átvette a Veszprém, a nagy szünetre 41-39-es állásnál vonultak le a csapatok. Fordulás után kezdtek ellépni a hazaiak, a harmadik negyed derekára 10 pont fölé kúszott a különbség, de a Nyíregyháza nem adta fel, és a játékrész végén már csak 1 pont volt a cápák hátránya. A negyedik negyedben egy darabig fejfej mellett haladtak a csapatok, a hajrá viszont a vendégeknek sikerült jobban, így végül 11 pontos győzelmet aratott a listavezető. Végre sikerült egy olyan találkozót nyernünk, ami talán az alapszakasz végkimenetét is meghatározhatja, de természetesen nem dőlt még el semmi, hiszen nagyon sok van hátra, és sok minden történhet ebben az időszakban, de nagyon jó egy ilyen mérkőzést megnyerni. Természetesen ugyanúgy készültünk fel ezekre, vagy erre a találkozóra is, mint a többi találkozóra. Úgy gondoltuk, hogy semmi különlegeset nem kell nyújtani, csak küzdeni kell, de nagyon. Ezt szerencsére a fiúk megcsinálták, és elbírtak mindenféle terhet, azt is, hogy a Veszprém átvette a vezetést, és egészen meghatározó, vagy egészen nagy különbséget tudtak kiharcolni, de a második fél időben ebből is vissza tudtunk jönni, egy 11-13 pontos Veszprémi előny volt ez, onnan is vissza tudtunk kapaszkodni, és a végén azt hiszem, hogy már izgalmak nélkül lejátszva az utolsó két percet tudtunk győzni. A szakmai igazgató szerint nem csak játékban, hanem mentálisan is felülmúlták a pályán a veszprémieket. Mi kezdtük jobban a találkozót. A Veszprém egy védekezést tudott váltani, és nagyon keményi, agresszívvá vált a játékuk, ami ellen nehezen találtuk meg a ritmus, de azon túl, hogy úgy gondolom, hogy az első szakasz uralása után ezt az agresszív ritmust is föl tudtuk venni, azon túl úgy gondolom, hogy mentálisan is erősebbek voltunk. A forduló további eredményei a következők: Vasas Akadémia Baja 82-73, MAFC MEAFS Miskolc 104-75, Nagykőrös TF Budapest 64-66, Budapesti Honvéd Salgó Tarján 86-93, Budafok PVSK 98-84 és BKG Prima SE MTK Elit Basket 99-66. A tabella élén a Nyíregyháza áll 13 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve a 12-4-es mutatóval rendelkező MAFCot. A két cápák vasárnap a Budapesti Honvédot fogadják.